Skoda gyárnak a prototípusa volt a 720-as prototípus, és nagyon örülünk, hogy Jan Rodnik tulajdonos a rendelkezésünkre tudott állni, és az autóról némi felvilágosítást ad nekünk. Segítségünkre van Csík István, aki a tolmácsolást végzi számunkra, és feltennénk a kocsival kapcsolatos kérdéseinket. Mikor kezdték a típuscsaládot fejleszteni a Skoda művekbe? Kedy začali vlastne začiatky koncepcie tohoto auta v 69. roku, alebo? Skôr. V 67. bola na úrovni vlády Československej republiky prijatý materiál o rozvoji automobilového priemyslu, kde vlastne bolo rozhodnuté, že Škodovka by mala vyrábať aj popri tých malých automobiloch aj strednú triedu, automobily strednej triedy. Áno. Úgyhogy a fejlesztés 1967-ben kezdődött, hogy fognak gyártani tulajdonképpen egy nagyobb fajta kocsit, nem csak ezt a régebbi Skoda típusokat, de ez sajnos nem történt meg. Ezt a kocsit 1970-ben, 1970-ben vyrobený tento prototíp. Tento prototíp bol szint. Ez a prototípus 1970-ben volt kigyártva, mint második darab ebből a 720-as szériából. Hogyan került a forma tervezés az itál dizájnhoz? Ako sa dostalo toto všetko k Italianom, že oni robili dizájn toho auta? Čiže po rozbehnutí toho projektu vlastne v Mladej Boleslave vyrobili, alebo navrhli motor a niektoré tie podvozkové skupiny. No a k tomu hľadali formu karosérie. Prvý, čo robil, čo vlastne navrhoval karosériu Škody 720, bol inženýr Brokeš a Žáček, ale ten dizajn bol neveľmi vydarený. Dokonca sa hovorí, že tí žáčkoví študenti, čo s tým spolupracovali na tomto dizajne, tak prezývali tie auta, že žáčkové bovdy. Čiže tá forma, alebo tá karosieria, s tou karosierou jednoducho neboli spokojní, stále to nebolo pekné auto, tak potom sa vlastne obrátili na Talianov a oslovili Giorgetta Giugiara, ktorý sa vlastne vtedy osamostatnil a založil si svoju vlastnú firmu Italdesign a to bola vlastne prvá jeho veľká zakázka pre Škodovku. Szóval lett kigyártva szlovák vagy csehszlovák prototípusok is, amivel nem voltak megelégedve, ez a zsácsékféle. Szóval a karosszériák nem voltak szépek, és úgy megszólítottak Giugiarót, aki egy saját céggel rendelkezett abban az időben, és ő tervezte ezt a karosszériát a Skodának. Ez volt az első üzleti kapcsolatjuk tulajdonképpen ebben a Skodával. Tá prvá Škoda 720 sa podobala na Renault 16. Renault 16 bol tedy vlastne autom roku v Európe a oni veľmi chceli, aby to bolo veľmi podobné auto. Len tá karoséria mala nejaké problémy a vlastne trpela na slabú tuhosť karosérie, čiže potom sa to znovu prepracovalo, potom tie ďalšie návrhy vyzerali niečo medzi Warburgom a BMW a až potom prišlo na tie talianske návrhy. Szóval az első prototípus ezelőtt, ami ki volt gyártva, az nagyon hasonlított a 16-os Renaulthoz, csak a karosszére nagyon puha volt, nagyon mozgott, úgyhogy azt átalakítottak, ami már hasonlított azután a BMW-re, a ešte na ktoré? Warburg. No, BMW Warburg, közt valami. És Warburg. Inkább a Warburg, úgyhogy ez egy sem, szóval nem ment atos, úgy ezek az olaszok kigyártottak ezt a karosszériát. Tam sa jednalo o to, že do tej fabriky by boli investované veľké peniaze, a vlastne, aby bola návratnosť tých peňazí, tak sa tie autá museli vyvážať na západný trh a tam, aby boli konkurencieschopné, tak museli aj nejako vyzerať. Szóval sok pénz kellett volna a fejlesztésre, a gyártásra, és úgy képzelték el, hogy ha felépül ez a gyár, akkor nyugatra is persze hordtak volna ezt a kocsikat. Szóval, hogy kinézzenek valahogy, nem úgy, mint ezek az ezres, meg százas Skodák. Szóval, tehát, hogy egy korszerű formájuk legyen, ami a világpiacon is megállja a helyét. Igen, a világpiacon megállja a helyét, pontosan. És ez a szép forma miért nem került gyártásba? Állítólag az oroszoknak nem nagyon tetszett, hogy ilyen világszínvonalú kocsit akar gyártani a Skoda, ez igaz? Ez talán nem igaz, úgy tudom a gazdától. Není pravda, že Rusi to zakázali? Nie, toto nie je pravda. Ez nem igaz? To hovorí veľa ľudí, ale čo som ja zisťoval veci, tak v tom čase vlastne Rusi založili Ladu Togliatti, tam postavili veľkú fabriku Taliani a Rusi nestihali vyrábať pre vlastné trhy. Čiže napríklad také krajiny, ako bolo Maďarsko, nevyrábalo žiadne autá, čiže boli závislé na tom ruskom trhu. Oni to nestačili robiť, tak oni nútili ostatné krajiny, aby vyvíjali a vyrábali autá.
Szóval nem a Szovjetunió tiltotta be ezt a gyártást, hanem sőt, még állítólag, amit sikerült neki kinyomozni, a szovjetek azt mondtak, hogy gyártsunk mink, mert ők nem bírtak a Ladát a saját országoknak kigyártani, ugye, meg exportoltak Magyarországba, hozzánk minden üvegy, és nem győzték, úgyhogy ők, sőt, még örültek volna, hogyha egy ilyen korszerű kocsit kigyártottunk volna. Na de ez ugye 68-as évek után nálunk, ez jött egy új vezetőség, aki már az egész projektet nem támogatta. Igen, nem támogatta. Je na tom pravdy len to, že v rámci RVHP, Rady vzájemnej hospodárskej pomoci, Československo mohlo vyrábať auta len do obsahu 1300 cm kubických. To je pravda. Szóval egy dolog van benne, hogy mink a KGST, ha jól mondom, ez tehát ami volt, ugye, a KGST megjegyezés szerint nem volt szabad a Csehszlovákiának gyártani erősebb kocsit, mint 1300 köbcentis motorral. Úgyhogy ez egy igaz van benne. Úgyhogy voltak ebből 1200-as motorok is, de azok se kerültek be a gyártásba különben. Hogyan kerültek a prototípusok magánemberekhez? És hogy nem a gyártó nem semmisítette meg őket, miután a projekt meghiúsult? Ako je to možné, že sa auta potom predali a že to závod nezlikvidoval tieto prototypy? Ono to vlastne fungovalo tak, že do roku 1972 ešte stále prebiehali skúšky tých aut, dlhodobé skúšky. A vlastne až potom po roku 1972 nastal stop stav a tie auta, ako boli vyrobené, tak sa stiahli naspäť do depozitu. Tam boli nejakých 5-6 rokov a potom ich automobilka rozpredávala zamestnancom spoločnosti. Szóval a helyzet olyan volt, hogy még ezt 72-ig olyan mindenféle volt a dolog, hogy lesz ebből gyártás, vagy nem lesz, és akkor mikor eldöntötték, hogy ebből véglegesen nem lesz semmi, akkor a kocsik elétek raktározva a depozitba, és 5-6 évet álltak ott, és azután valami módon, hogy már milyen módon elét adva az alkalmazottaknak, a gyár alkalmazatjainak, igen, ezek tudtak hozzájutni, a gyár alkalmazatjai. Azt lehet tudni, hogy a 15 darab kocsiból mennyi került így ki magánemberekhez? Vieme zistiť, alebo vieme niečo o tom, že koľko sa vlastne dostalo do súkromných rúk? Z tých 15, áno. Neviem. To nevedia ani Mladé Boleslav múzeu, Škodovky múzeu to nevedia. Szóval a Mladé Boleslavai gyárban sem tudják megmondani, hogy hány darab került ki magánkézbe. Môžeš mu povedať, že z celého projektu 720 v archíve Mladé Boleslavy ostal jeden spis a zo pár fotiek. Az egész gyártásról maradt egyetlen oldal és egy pár fénykép, ennyi volt az egész, ami maradt erről. Nincs Mladé Boleslavy se semmi ebből. Három kocsit, ami tudunk, eddig három kocsi van, három létezik. Tam sa hovorilo, že tá výroba prejde do Bratislavy. A potom poslali dokumentáciu, v Bratislave sa robili dva opakované prototypy. Tam sa to tiež zastavilo, lebo tam sa vlastne zistilo, že v Bratislave mali iba lúku, kde by chceli mať fabriku. A zistilo sa vlastne, že kým by postavili prvú fabriku a vyrobili prvé auto, tak to auto by už bolo zastaralé. A potom sa tá dokumentácia vrátila naspäť do Mladej Boleslavy, ale už sa s nej postarali. Szóval ezt pozsomba akartak gyártani, de még ők ezt a gyárat felépítették volna, még ezt a gyártást elkezdték volna, akkor ez már egy előregedett koncepció lett volna, úgyhogy visszaadtak a papírokat, mindig is elett temetve ez a projekt. Úgyhogy három kocsi van, ez van nálunk Szlovákiában, Csehországban van Mladá Boleslavban egy ugyanilyen piros 1500-as, és van egy kék 1200-as a Mladá Boleslavi múzeumban, az két lampos elül, két fényszórós. Igen, de nem négy fényszórós, hanem... Az két fényszórós, igen. A projekt 720 je vlastne najväčší nerealizovaný projekt Škodovky v histórii, údajne. Ez a Škoda 720-as projektje, a legnagyobb nem realizált projekt, ami volt a Škodába. Igen. A gyártó a prototípusokat hogyan azonosított? Azokat is ellátta valami azonosító jellel, vagy alvásszámmal, és akkor így gyakorlatilag ők nyilván tudták ezeket tartani? Na, toto už môžem odpovedať, azt mondom, hogy a pítal. Na tie čísla karosszérie. No, jasne, hej. Azt fogja felelek akkor, mert erről ma beszélgetünk. Szóval a gyártó minden prototípust, amit valaha kigyartott, megszámozta. Úgyhogy ennek van egy 5-számú karosszéria számja. Ebbe a prototípusban második kigyartott kocsi, de lehet, hogy az összes prototípusból, én nem tudom, lehet, hogy ma 1000, nem tudom, hanyadik ügye, de minden prototípusról van
sám, šajat, igen. Môžem igen. povedať, že Mladej Boleslavej, čo je múzeu, taký bledomodrý, ano. Tak ten bol vyrobený v Bratislave, uh-huh. opakovaný prototyp, a ten napríklad má ten štítok. Uh-huh. Hogy ez, ami Pozsonyban volt legyártva, ez a kék, ami Mladá Boleslavban van a múzeumban, annak van, amit mondtam, ez a adattábla. Adattábla, igen, mert ezeken adattábla nincs, de azon az egyiken azon van adattábla is, igen, van. Igen. Igen. Azt a kék autót, ami most a Boleszlávi Múzeumban van, azt Pozsonyban rakták igen, össze. Igen, igen, aha. igen. Hogyan került ez az autó a jelenlegi gazdájához? Hát ez a jelenlegi autó a jelenlegi gazdájához úgy került, hogy egy Skoda Felicia Cabriót szeretett volna az úr venni, és akkor az interneten megjelent a hirdetés erről a kocsiról, és a barátjával elmentek megnézni, és egyszerűen megvették. A kocsi olyan állapotban volt, hogy már le volt fényezve, futóművek benne voltak, a többi alkatrész minden ilyen ládakba volt berakva, de komplet volt a kocsi, minden alkatrész meg volt hozzá. Az index kapcsolón, irányjelzőn kapcsolón kívül ezek meg volt minden hozzá. És hiánytalan felszereltségű kocsi igen, volt. Igen, tehát igen. Így az összerakást igen, a igen, hiányzó igen. alkatrészek nem gátolták. Nem gátoltak. Milyen tapasztalatokat szerzett a kocsival? Mennyit futott az autó, mennyire bonyolult az üzemeltetés egy ilyen ritkaságnak? Az autóval lefutott olyan 15 000 kilométer körül. Egyedüli, amit nem néztek át, ami szét volt szedve, egyedül nem nézték át a hátsó futóművet a kardánál, szóval az az első úton összerakás után elment. Úgyhogy ezt azután muszáj volt pótolni, javítani. De meg lehetett javítani. Igen, és azóta is szépen azóta üzemben is, igen, tartható igen, a kocsi. Igen, azóta is üzemben tartható. Voltak kisebb, apróbb hibák, amit kérdeztem tőle, hogy ilyen ablaktörlő, elrepült út közben, meg minden. Amúgy a kocsi 15 000 kilométer alatt nem volt valami komolyabb gond, hogy kellett volna alkatrészben. Mennyi közös alkatrésze van a korábbi, illetve későbbi Skoda modellekkel, ezzel a prototípussal? Mennyi a közös alkatrész? A közös alkatrész a kerekek, mondjuk, 14-es klasszikus kerekek vannak rajta, ami a 100-as Skodan, 1000-es Skodan, 105-es Skodan, ezek voltak. Ugyanúgy ezt lehet látni, ugye, a dísztarcsak is arról vannak, akkor a kinti kilincsek az ajtón, a kapcsolók, a fényszóróra, ilyen apró dolgok vannak csak. Apró alkatrész. Pardon, že to bola jeden z problémov vlastne, prečo sa ten projekt zastavil, že bolo málo kompatibilných dielov navrhnutých so Škodou 100 a Škodou 1000 MB, že tam bolo málo spoločných dielov, čiže preto sa tá výroba javila ako veľmi nákladná a toto bolo tiež jeden z klincov do rakvy toho Szóval projektu. Még egy gond volt itten, hogy nagyon kevés egyforma alkatrésze volt ennek a kocsival, a 1000-es Škodával, 100-as, 105-es, no, 105-es azután jött ki. Szóval kevés ilyen alkatrész volt, amit fel lehetett volna abból használni, úgyhogy ez volt itten, hogy igen drágán jött volna ki a projekt. Úgyhogy emiatt is bukott, meg emiatt igen, is. Ez is. És úgy fejlesztették akkor a 120-as Skodát, mert az olcsóban jött ki, ugye, mert ottan sok mindent fel tudtak használni az 1000-esből és a 100-asból. A kocsinak a motorja az egy különleges darab, illetve egy új fejlesztésű motorcsalád lett volna. Tudomásom szerint abból többet gyártottak, mint a 720-as prototípusokból. Lehet tudni, hogy azokat a motorokat milyen kocsikhoz is használták volna? Igen, ez igaz. A motorokból ki volt gyártva 40 darab. Ezeket a motorokat akartak használni kis buszokba is, ilyen 1203-as Skodákba, biztos ismerik ezt igen, a típust. Igen, ezekbe busz, akartak igen. használni, sajnos ez is megbukott. Úgyhogy ez a 40 motor el lett osztva versenykocsikba is, a Skoda 200 RS-be volt ez a motor, és ilyen Formula, Metalex féle versenykocsikba lettek ezek a motorok aztán felhasználva. A sebességváltója is egy egyedi darab és saját fejlesztésű termék volt. És azt igen, köszönöm. Ezt megkérdezem. Rýchlostka je tiež navrhnutá len pre toto, ano, prevodovka. Neviem. Prevodovku mám ešte jednu doma, ale nepodobá sa ani na Octaviu, ani na Škodovky klasické, neviem, čo to je. Erre a kérdése nem tud biztosan felelni, hogy miből van a szekrény. Van még egy neki otthon, de nem tudjuk mai napig, hogy miből van beszerelve. Viszont, hogy narisovaná, vyrobená Škodovka. De több mint valószínű, hogy új ehhez a kocsihoz volt kigyártva, fejlesztett darab volt, igen. A Tatra 603-asból van a benzin pumpája, igen. Ez van közös, és a áramfejlesztő generátor, to je alternátor, čo? Alternátor, Škodovka. Škoda áramfejlesztő generátor van benne, ennyi közösek van még itt, ami ki volt gyárt. Más típusokból, igen.
darab, egyedi műszerekkel, más Skoda típusokra nem hasonlított műszerfallal. A formai megoldások a későbbi típusokon viszont visszaköszöntek, de nem pontosan ugyanebben a formában. Köszönjük szépen a riportot, és köszönjük szépen, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Ďakujem. Dobre, chcel by som sa aj poďakovať za pozvanie do Maďarska a pozdraviť všetkých priaznivcov značky Škoda v Maďarsku. Köszöni szépen a meghívást ide Magyarországra, és mindent, amit látunk itten is, átéltünk. Mi köszönjük, hogy eljött a rendezvényünkre, illetve bízunk benne nagyon, hogy a jövőben is vendégeink között láthatjuk majd. Hát reméljük, že dúfajú, že budeme aj naďalej chodiť na tieto ich zrazy, že? Možno príjem na inom aute. No lehet, hogy jövőre máš kocsival jön. Köszönjük szépen. Kérem.